Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, ez a címlap, a Szabad Európa podcastja, én Lampi Ágnes vagyok. Oktatásról fogunk beszélgetni a tanárok helyzetéről, a diákok helyzetéről, mert hogy van téma ezzel kapcsolatban bőven. Totyik Tanás, a pedagógusok szakszervezetének az elnöke tartotta minap egy sajtótájékoztatót, és mondott jó pár megdöbbentő adatot, például azt említette, hogy 2020-21-ben több mint 20 ezer pedagógus hiányzott az oktatásból, és ez mondom tulajdonképpen nem friss adat, mert hogy 20-21-es tanévről beszélt, de azt is mondta, hogy ha hozzávesszük a nevelő és oktató munkát, segítők létszámát is, akkor majdnem 35 ezer fő hiányzik a rendszerből. Ehhez képest Rétvári Bence államtitkár úgy reagált, hogy előzzük Finnországot pedagógus ellátottságban. Úgyhogy van kavarodás a számokkal rendesen, ezt mindjárt megpróbáljuk helyre tenni, de a bérekkel kapcsolatban is vannak furcsaságok. Kiderült, hogy van olyan pedagógus, akinek a törvény hatályba lépésével bruttó 21 forinttal nőtt a fizetése. Erre egyébként Tocsik Tamás hát rálicitált, azt mondta, hogy tudnak olyan tanáról, akinek 3 forinttal fog nőni a fizetése. Úgyhogy azért gondoltam, hogy ezt kihangsúlyozom, ezt a 3 forintot. És még egy adalék, az utolsó kompetencia mérés alapján bezuhant a nyolcadikosoknak a szövegértése. Az adatok alapján nagyjából 40 százalékuk még az alapszintet sem éri el. De, hogy ehhez Képest elindult a tanév, meg a tüntetések is folytatódnak, úgyhogy majd ezeket próbáljuk helyretenni. Radó Péter oktatás kutatóval köszönöm szépen, hogy itt van nálunk. Szép! Na kezdjük a számokkal, és ahogy itt már az adás előtt is beszélgettük, semmiképpen nem szeretném, hogy, hogy ilyen számháborúba uh -huh. bocsátkozzunk, hogy hogy alakulnak ezek az adatok, mert hogy majd elmondom Rétfári Bence számításait is, de előtte csak arról még beszélünk, hogy Nahalka is van, oktatáskutató is volt ezen a sajtótájékoztatón, és ő azt mondta, hogy a pedagógus hiány fogalmát definiálni kell, mert hogy ez egy nem egy állandó fogalom. Szóval hogy van az, hogy nem állandó fogalom. Egy statisztikára beszélünk? A, egy olyan statisztikáról beszélünk, ahol annak, amely, amelyel kapcsolatban annak eldöntése, hogy mi sok és mi kevés, az attól függ, hogy mihez képest. Tehát az alapvető kérdés, két alapvető kérdés van. Az egyik az, hogy az oktatási rendszer milyen munkaerő szükségletet generál, és e el tekintetben elképesztő különbségek vannak oktatási rendszerek között. A, ugy, ugyanis vannak a, a, olyan oktatási rendszerek, ahol az átlagos osztálétszám a, szám, a, de a rendszerben átlagosan mondjuk 12 fő, egy másik iskolában, egy másik oktatási rendszerben lehet, hogy 35 fő, tehát más a munkaerő igénye ezeknek a rendszernek, sőt, vannak olyan oktatási rendszerek, mint például a miénk, amik döbbenetesen szét vannak aprózva, rengeteg pici iskola működik, és vannak olyan oktatási rendszerek, ahol jellemzően koncentráltan nagyobb iskolákban tanulnak a gyerekek, ennek megfelelően kisebb a pedagógus szükség. Na csak, ugye, annak, aki mondjuk laikus, és próbálja uh -huh. ezt az egész helyzetet megérteni, az nem fog tudni ilyen szempontból eligazodni. És azért mondtam, hogy idehozom még Rétfári is, mert ismerő, uh -huh. meg egy teljesen más szisztéma alapján számol. Sőt, ugye ő elmondta, hogy az oecd nek van az, az Education at a Glens uh, uh -huh. friss jelentése, 40 fejlett országnak az oktatási rendszerét hasonlítják össze, és ők például külön-külön mérik az egyes uh, iskola szinteken a, a tanárdiák uh -huh. arányokat, és ők például azt mondta, hogy alsó tagozaton a magyar átlag 10,3, az OECD átlag 14,6, tehát átlagosan négy diákkal kevesebb jut egy tanítóra nálunk, mint a világ legfejlettebb országában. Tehát Szóval így is lehet értelmezni Amit az a mondtam, számukat. az arról szól, hogy a, amikor azt halljuk, hogy valamilyen mértékű pedagógus hiány van, az azt jelenti, hogy a pillanatnyi pedagógus szükséglethez képest van pedagógus hiány. Amiről Rétvári Bence beszél, az pedig értelmesen úgy dekódolható, hogy van egy döbbenetes hatékonysági problémánk a magyar közoktatásban. Egyszerre van elképesztő mértékű pazarlás, tehát elképesztően magas a magyar közoktatási rendszernek a pedagógus igénye, létszám igénye, pontosan azért, mert hogy a 15 helyet 10 körül van az egy pedagógusra tanulók száma, ami mögött egy te, totálisan szétaprózott közoktatási rendszer van. Szóval Egyszerre van pazarlás, és egyszerre van hiány a magyar közoktatásban, és hosszú távon nem is lehet másképpen felszámolni ezt a hiány, mint hogyha csökkentjük a pazarlást, tehát sajnos iskolákat kellene összevonni. Tóth uh Higgy -huh. Tamás egyébként erre úgy reagált, azt mondta, hogy azért is speciális a magyar közoktatás helyzete, mert hogy az iskolát veszi a szociális szférának a feladatait, lefordítva magyarul, ugye délután is ott vannak a gyerekek az iskolában, és ez beleszámít a statisztikákba, miközben nyugaton ezt, ezt, ezt duplázzák, Igen. és hogy ez is okoz gondot. Ez egy, ez egy régi mitosz, ami, amikor a, a, a magyar közöltetásban évtizedek óta a, fölösleges kapacitások vannak, túlzottan sok iskola van. És amikor ezt valaki megemlíti, akkor a pedagógusok szakszervezetek, amelyek elsődleges feladat, hogy védjék a pedagógus álláshelyeket, ők mindig ilyesmivel állnak elő, azt mondják, hogy ez hát alapvető oka ennek az, hogy Magyarországon van napközi, de hát nagyon sok más országban is van napközi, és a pedagógus létszámigényt érdemben nagyon nem növeli meg. Tehát nem ez az oka annak, hogy ö, ilyen alacsony a, a, ilyen nagy a túlfoglalkoztatása közöttetásban, hanem még egyszer mondom, a nagyon iskolához. iskolában. Hány iskolát kellene bezárni Magyarországon? Hát ö, én ö, több százat. A, az a helyzet, hogy 2000 a, és a egy probléma gyökere, a, az tulajdonképpen az erőforrásokkal való gazdálkodás rendszerében van. 2010-ig az volt a helyzet, hogy az önkormányzatoknak, a, 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 amely fenntartották az iskolákat, egyensúlyban kellett tartaniuk a bevételeiket és a kiadásaikat. Tehát, hogyha nagyon lecsökkent a tanuló létszám, kénytelenek voltak, hozzáigazítani az iskolai kapacitásokat a tanuló létszámhoz, mert hogy nem tudták megfinanszírozni a fölösleges kapacitásokat. A 2010 után viszont az változott meg, hogy megszűnt az erőforrásokkal való gazdálkodás, a tankerületek működtetnek, de semmifajta tervezés, semmifajta gazdálkodás nem zajlik a tankerületekben, ezért 2010 óta nem csuknak be Magyarországon elnéptelenedett iskolákat, sőt, az egyházi iskolák kormány által gerjesztett expanziója miatt újabb és újabb kisiskolákat nyitottak az egyházak, tehát a tekintetben a olló a tanuló létszám és az iskolai De miért kapacitások jó az a között hogy folyamatosan Hogy nem zárva iskolákat. Nem az a jó, hogy sok iskola van, neki az a jó, hogy elkerüli a konfliktusokat. Mert hogy egy iskola bezárás az konfliktusokkal jár. Az előző rendszerben ezeket a konfliktusokat Szabad, egy kicsit pestiesen fogalmazom. Az önkormányzatok elvitték a balhét, mert ők hozták meg azokat a döntéseket, hogy becsuknak egy iskolát, vagy összevonnak két iskolát. Abban a pillanatban, hogy a kormányzat centralizálta az egész rendszert, magára húzta a politikai felelősséget minden egyes magyarországi iskola, állami iskola a sorsáért, és mivel a politikai konfliktusokat igyekszenek kerülni, a, mert a választói Bázisukat igyek, igyekednek megtartani, ezért nem nyúlnak hozzá az iskola rendszerhez. Ez a leg, legkisebb ellenállás irány. Ez azért érdekes, amit mond a politikai felelősségedésre, mert viszont a tanárok státuszának neki mentek, tehát, hogy változott, vagy szerettek volna, vagy szerettek volna változtatni, és ez egy régi Báltozott történet, és meg is és lépték. Igen. Ugye ezt a történetet, tehát ezzel viszont léptek ez ügyben. Tehát a, vállaltak a itt tanárok azért politikai felelősséget. A tanárok, a, a tanárok státuszával való babrálás a tanárokon csat. Az iskolák össz, be, bezárása, az iskolák összevonása az viszont gyerekeken és szülőkön csattan. A, tehát egészen más a politikai költsége és kockázata annak, amit a tanárokkal szemben tesznek, vagy, az a, a, vagy a helyi közösségekkel szemben. Ez nem ugyanaz a politikai. Te, a uh -huh. tanárokkal szemben szerintem abból indulnak, hogy bármit megtehetnek. Mert hogy De miért? Azért, mert megtapasztalták azt 2010 után, hogy ellenállás nélkül elvehetik a pedagógusoktól az iskoláikat, ellenállás nélkül e, felszámolhatják a szakmai autonómiájukat, ellenállás nélkül gyakorlatilag a pedagógusok egy részének a támogatásával tökéletesen átalakíthatják a e, bejáratot közoktatási rendszert. És azóta úgy gondolják, hogy a közoktatásban nincsen igazán politikai kockázat, ez egyébként meg is erősítik a közvéleménykutatások. Mert ugye a magyar lakosság elsőpről döntő többséget pontosan tudja, hogy a, e, egészen súlyos dráma van a magyar közoktatásban, de ez a választói attitűdökre nem hat. Tehát nem azért szavaznak, a, 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 támogatják a fidesz nagyon sokan Magyarországon, mert úgy gondolják, hogy jól menedzseli a közoktatást vagy az egészségügyet, hanem azért, mert például megvédi őket a bevándorló hordáktól, meg más képzelt veszélyektől. Hogy hozzak már ide egy interjút, Csányi Vilmossal készült uh -huh. egy beszélgetés itt a Szabad Európában, és pontosan emiatt a társadalmi mozgások miatt erre a kérdésre is kitértünk. És föltettem azt a kérdést, hogy a, a, ez a téma már mint az oktatás ugye, amit ön is mond, láthatóan nem viszi át az ingerküszöbét a társadalomnak, annak ellenére, hogy azért jó sok strájk, tüntetés, megmozdulás volt az elmúlt uh -huh. időszakban, és azt mondta erre Csányi Vilmos, hogy azért, mert nem érdekli a társadalmat, és erre visszakérdeztem, hogy hogy, hogy nem érdekli, hiszen mindenkinek van gyereke, mindenki tapasztalja, hogy milyen helyzet van az iskolákban, mindenki látja, hogy nincs matek -tanár, nincs angol tanár, nincs informatika tanár, és erre azt mondta Csányi most, hogy de azt gondolja, már mint a szülő, hogy az ő saját gyerekével majd megoldja a helyzetet, elviszi magánórákra, neki csak a saját problémájára kell koncentrálni, nem az egész rendszert kell, megváltoztatnia, és neki attól nem lesz jobb, ha az egész rendszer megváltozik, és hogy ez lehet esetleg mögötte. Én alapvetően egyetértek ezzel. Tehát egy olyan, olyan, mértékben a bizalomhiányos és együttműködése képtelen társadalomban, mint a miénk, az emberek disziden stratégiákat követnek. Az, amit a Csányi most mond, egyébként nem jellemző az összes szülőre, mert a szülőt nagyjából 20-25, maximum 30%-a engedheti meg magának, hogy egyáltalán megfontoljon opciókat, és meg önma, önállóan megoldja valahogy azt, hogy a gyereke valami rendes iskolába jár, járjon, vagy legalábbis egy olyan iskolába, amiről a szülő azt gondolja, hogy egy rendes iskola, mert ez, mert ez nem feltétlenül tökéletesen tájékozottak a szülőket tekintetben. A szülők első döntő többsége bele van ragadva, Abba a rendszerben, amit, uh, amit az állami iskola ott helyben felkínál nekik, nem nagyon fontolhatnak meg opciókat, nem is nagyon gondolják úgy, hogy meg tudják uh, oldani a dolgokat. De éppen ők azok, akik a legkevésbé érzékelik, hogy milyen súlyos dráma van a, a de ez hogy össze, rendszer. hogy nem érzékelik. Úgy, Úgyhogy általában ez az utóbbi csoportban alacsony iskolázottságú uh, szülők vannak, akik néha vannak konfliktusaik az iskolával, de még kevésbé képesek. Uh, megítélni, hogy az oktatás, amit a gyerekük kap, az esélyeket biztosít a gyerek számára, vagy sem. Csak egészen rendkívüli, szélsőséges helyzetekben tudnak erről valamilyen véleményt kialakítani. De az előbb arra céloztam, hogy még a a magas státuszú értelmiségi szülők sem mindig tudják megítélni, hogy egy jó iskolába jár a gyerekük vagy, vagy sem, a, úgyhogy ezt béképpen nem várhatjuk alacsonyabb státuszú, alacsonyabb státuszú adott esetben egy szegény környezetben élő szegény család. Ma a, a, a tagjaitól. Ez az, ez az érdekes, amit mond, mert hogy nem veszik észre a szülők, nem igaz, nem biztos, hogy érzékelik ezt. Éppen említettem az előbb ezt a bizonyos kompetenciamérést, ami hát egy elég objektívnek tűnő mérés, legalábbis szintén mondom így laikusok uh -huh. számára, hogy a nyolcadikosok szövegértéssel hogy visszazújt. Ugye elég nagy hír volt ez, uh -huh. durván 40%-uk az alapszintet sem méri el. Tehát itt most nyilván egy hosszú folyamatnak az egyik állomásánál vagyunk, de azért ezt a szülők is érzékelik, vagy kellene, hogy érzékeljék. Ha valakinek azt mondom, hogy szövegértési eszköztudás és szövegértési kompetencia és a funkcionális analfabetizmus szintje nagyjából a hármas teljesítmény szintnél kezdődik, és a hármas teljesítmény szintet a gyerekek 40%-a nem érje el. Ez egy olyan fejtegetés, amit szerintem a szülőknek nagyjából a 30%-a fog egyáltalán megérteni. Pontosan azok, akik pontosan tudják, már most is pontosan tudják, hogy milyen szörnyű állapotban van a közoktatási rendszer, és ezek pontosan azok a szülők, akik mindenféle kerülőutakon, diszidens megoldásokkal, sok pénzért a nagyon sok esetben megoldják, hogy azért a gyerekük olyan iskolába kerüljön, ahol az a 40% ez nem 40%. De azok a, 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 a szülők elsőpről döntő többsége számára ezek kommunikálhatatlan adatok. A, 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 a szülő azt érzik, a szülők legnagyobb része azt érzik, hogy egy gyerek, Bejár az iskolába, ott megvannak neki tartva valahogy az órák, gyerek hányasokat kap matekból és magyarból, tehát nagyjából érzékel valamit arról, hogy valami történik a gyerekével a, az iskolában, és tényleg a pedagógusoktól kapott visszajelzés az egyetlen információ arról, hogy ez a projekt a közös projekt a gyerekkel és az iskolával sikeres vagy nem sikeres. De nem nagyon tudja meg. Hát nem lehet ezt lefordítani úgy, hogy a gyerek nem érti a szöveget egész konkrétan is ilyen egyszerűen mondja, tehát nem a hiába olvassa el nem érti. A, a, ha egy olyan szülővel állunk szemben, aki maga sem nagyon érti a szövegeket, hm. ezt nehéz. A. Ez már egy másik probléma. Vagy egy. Egyébként Gulyás Gergelyt kérdezték ezek kapcsolatban az egyik kormányinfó, és úgy reagált erre, már mint hogy miért ilyen rossz a szövegért, és azt mondta, hogy ahol a cigány gyermekek száma nagyon magas, ezek a problémák sokkal erősebben jelentkeznek. Ugye több civil szervezet is tiltakozott ezzel kapcsolatban, hát úgy reagált erre a miniszterelnökség, hogy hiteltelennek tartja a baloldallal egy követ fújó szakszervezet a godalmát, és ugye olvastam ön írt erről, talán ha jól emlékszem, a portfólióban volt ugye. egy anyag erről, hogy, hogy a 14%-nyi roma tanuló nem okozhatta a kudarcot a 40%-os arányért, és hogy a roma tanulók bizonyította nem az etnikai hátterük, hanem az alacsony szociális státuszok miatt teljesítenek mm -hmm. rosszul. Ha viszont így van, akkor mi az oka, hogy ennyire rosszul teljesítenek a gyerekek? A... A nehéz ezt kibogozni, mert hogy itt van két olyan tényező is, ami szerepet játszhatott az a, a, a kompetencia mérési eredmények látványos bezvonása. Be, az átlagos teljesítmények is nagyon. Hát ez történelmi mélypont, e, ugye sokan e, kiemelték, hogy ennyire van. rossz a, az eredmény. Ebben szerepet játszhatott, valamilyen mértékben szerepet játszhatott a COVID hatása, az iskolabezárások hatása. Tehát amikor megnéztem az erről szóló elemzéseket, és megpróbáltam mérlegelni, hogy ez milyen hatás gyakorolhatott Magyarországon a tanulási teljesítményekre, akkor a nagyjából arra jutottam, hogy bizonyos mértékű hatást e, e, biztos, hogy gyakorolt, de nem ekkorá. Tehát önmagában a COVID-ra nem lehet Nem lehet ráfogni. Igen. A másik ilyen a, a, a dolog, amit a, a, az oktatási hivatal jelentése is megemlít, hogy a, a most először állt át a papíralapú tesztről egy képernyő online e, kitöltött tesztelésre, a kompetencia mérés rendszere, mindig van egy pici romlás, amikor egy, a hagyományos tesztről egy digitális a, tesztre, a tesztelésre átáll egy rendszer, de önmagában ez sem magyarázza szerintem. Úgyhogy én azt látom, hogy az elmúlt években felgyorsult minőségromlás, és alapvetően az elmúlt években felgyorsult minőségromlás következménye ez mm -hmm. a teljes. meg egy, egy személyes élményt, a kislányom is megírta ezt uh -huh. a kompetencia tesztet, és kérdeztem tőle, hogy, hogy hogy ment, és ő sokkal étköznapi magyarázatot adott. Ő azt mesélte, hogy igen, online kell lehet csinálni. Először azt mondta, hogy nagyon kevés idejük volt rá, tehát, hogy nagyon-nagyon kevés volt, és arra se volt ideje, hogy normálisan úgy átolvassák a kérdéseket. Ha jól tudom, ezek ugye feleletválasztós kérdések, uh -huh. tehát mit tűnt a legegyszerűbbnek a gyerek számára? Tudta, hogy nincs következménye, mert hogy Ettől nem változik meg a, a jegye, semmi nem változik, egyszerűen azt mondta, hogy az osztályban azt csinálták, hogy szépen benyomogatták, ami, ami éppen jött szinte át se gondolták a válaszokat. Ez, ez mennyire ez reális? inkább felgyorsította a folyamatot, mert hogy a papíralapú tesztek kitöltésére eddig pontosan ugyanannyi idő volt, mint a digitálisan kitöltött tesztekre, tehát hogyha valakinek több időre lett volna szüksége, akkor ez problémát okozott volna neki a papíra a korábbi mérésekben is, tehát e tekintetben nem történt változás, ezért azán, ez, ezért azán ez nem is magyarázható az, hogy romlottak a teljesítmények. Volt a, voltak olyan sztorik, de én és hallottam néhány uh -huh. ilyet, hogy, hogy a lefagyott gép, a teszt idejének egy részében egy lefagyott gép előtt ült a tanuló kicsit tehetetlenül, és várta, hogy megcsinálják neki a számítógép, és elvett tőle egy, egy csomó időt. De én azt gondolom, hogy nem lehetett olyan nagyságrendű, hogy ez érdekben befolyásolja ezt, a, uh -huh. a, az, az összeredményeket, az átlagos eredményeket. Egy picit beszéljünk már még a politikai m, háttérről. Ugye mondta az előbb, hogy a tanárokkal mindent meg lehet tenni, vagy nagyon sok mindent meg lehet tenni a politika részéről. Ugye azért most láttuk az elmúlt időszakban, hogy elég komoly tüntetések, megmozdulások, akciók, események voltak különböző módon és formában, főleg itt a státusz törvény, hogy hmm. ugye ezt nevezik ezzel kapcsolatban. Hogy látja, hogy ez mennyire bolygatta meg valójában a tanárokat. Ugye célosztom a beszélgetésre, uh -huh. hogy a, a tanév valahogy mégiscsak elindul. Sokan mondták azt, hogy be fog dőlni, hogy nem fog tudni elindulni a tanév. Ugye voltak ilyen hangok uh -huh. talán az, az előző tanévnek a végén, és valahogy mégiscsak, mégiscsak elindult a tanév. A pedagógus szakmára érdemes azt tudni, illetve fontos azt tudni, hogy ez a munka értelmiségi embereket csak akkor tart meg, hogy tarthat meg, hogyha döbbenetesen erős a munkaetikájuk. Tudni légy, a iskolai tanítás, ez a gyárszerű 45 perces órák, 15 perces szünet, ez a gyárszerű iskolai oktatás, ez, egy, ez nem szabad értelmiségi pálya. Tehát diplomás emberek általában ezt nehezen bírják. Aki ezt bírja, annak elképesztően erős a munkaetikája. Éppen ezért a Pedagógusok nem bírják elviselni a gyerekekkel kapcsolatos megoldatlan problémákat. Ezért van az például, hogy amikor sztrájkolnak, vagy polgári engedetlenkednek, akkor beírják, hogy ők sztrájkolnak, és polgári engedetlenkednek, majd bemennek az osztályba. És megtartják az, az osztályt, <laughs> mert nem fogják rá a kollégáikra rásózni, hogy ő, ő, őt helyettesítsen helyettük, miközben neki nem is fizetik ki ezt, a, ezt az, az egész dolgot. Szóval mindezzel azt akarom mondani, hogy a a, a. Valamilyen alapjáraton működik a rendszer, mert nem feltétlenül azért, mert rendszer, rendesen van kormányozva és irányítva, hanem azért, mert a pedagógusok a kormányzat helyett az iskolákban igyekeznek minden egyes problémát megoldani. Ráadásul rutinszerű feladat beindítani egy tanévet. Rutinszerűen működnek ezek a dolgok. A, úgyhogy. De ebből nem kell azt a következtetést levonni, hogy ez jól működik, mert hogy alapjára az alapműködés azt jelenti, hogy valaki bemegy és megtart egy órát. Ha nem szakképzett pedagógus, akkor szakképzetlen pedagóg, pedagógus. Ha nem szakképzetlen pedagógus, akkor a portásbácsi. De valaki ott lesz és vigyáz a gyerekre. Tehát a gyerek megőrző funkció az látszó, az működik, mindenképpen működni fog, mert nem hagyunk gyereket magára. De hogy tanulnak egy hogy tanulnak-e a gyerekek az iskolában, ami miatt iskolába járnak, hogy, hogy fejlődnek-e azok a készségei, kompetenciáik, ami miatt ezt a döbbenetes mennyiségű pénzt költjük a közoktatásra, arra már semmiféle garancia nincsen. Tehát abban az értelemben, hogy a közoktatás azt csinálja-e, ami a dolga már összeomlott. Abban a tekintetben, hogy működik-e, én ezen a bizonyos alapjáraton, és gondoskodik-e a gyerekek ö, fe, ö, felügyeletéről, ilyen értelme pedig soha nem fog összeomlani, mert mindig lesz, aki bemegy a tanterembe. És a tanárokat mennyire hogy látja, hogy a tanárok úgymond akkor ellenállása, vagy nem ellenállása, hogy ezt innen nézzük, ez mennyire ment át az iskola szintjére, vagy mennyire érezhető? Elmondom, hogy mire gondolok, mert olvastam ezzel kapcsolatban több nyilatkozatot, főleg olyanok, akik aláírták, vagy nem írták alá, ugye ez eléggé megosztotta a tanárokat is, és a, a nek nyilatkozott -e egy tanárnő, Pócsné Berkesi Zsuzsanna, az egy gimnáziumnak egy francia tanára, aki azt mesélte, hogy ő 2014 óta részt a tüntetéseken mindig ott van, mindig kiáll, mindig az első sorban van, de úgy döntött, hogy nem áll fel, tehát nem mondja fel a tanájárását, Ezért össze, ha összecseng azzal, amit az uh -huh. előbb ön is említett, kitartatlanítás mellett. Viszont most ezért sokan gyávának, meg árulónak gondolják, és azt mondja, hogy azok lettek a hősök, akik felmondtak, mi pedig az árulók, akik húzzák tovább az igát. Ugye elgondolkoztam ezen, hogy ez a... túlzás, nem túlzás, amikor, hogy, hogy látja amikor ezt? Amikor pedagógus tüntetések első hulláma elindult, akkor belkesüdve egyébként, a kölcseiben tanított, ami az egyik izét ilyen a intézménye volt a 2015-16-os ellenállási időszaknak, Törlei Katival és másokkal együtt, a, akkor ezek az az ellenállás munkahelyi lázadásokból állt. Mivel a pedagógusok döbbenetes mértékben szervezetlenek, elképesztő mértékben szervezetlenek, ezért az egész ellenállási mozgalom pedagógus tantestületek lázadása volt, és az, hogy melyik iskolában kik voltak hajlandók beszállni ebben az ellenállási mozgalomban, az a mindenkori iskola bes, a tantestületen belüli dinamikától függött. Ha volt néha egy olyan csoport, ami másokat is képes volt magának, húzni, akkor a tantestületek beleálltak ebben. Ha ki, nagyon kisebbségben voltak a tiltakozni hajlandó pedagógusok, akkor általában nagy csend volt a tantestületben. A, most ez a dolog, ami most zajlik, ez most már a második nagyobb hulláma az egész ellenállási eh, mozgalomnak, ez bizonyos értelemben már más logikát követ, mert már, már az a döntés is, hogy sztrájkoljak, vagy polgári engedetlenkedjek, már az is egyéni döntés, egy Igeni döntések hát voltak, és... atomizálódott ez a Úgy van, tehát a, 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 a most zajló, már másfél éve zajló ellenállási mozgalom, az már sokkal inkább hálózatos alapon zajlik, és egyes pedagógusok döntésein alapszik. És ebbe vidd be olyan intézkedéseket a kormányzat, ami képes volt szembefordítani egymással a pedagógusokat, a mindenkit én, meg, én mindenkit megértek. Azt is megértem, aki marad, és azt is meg, tökéletesen megértem, aki elmegy. Ezek nagyon nehéz egyéni döntések. És hogy mikor éppen hová billeg. A, a, mérleg, az, az, nagyon esetleges dolgoktól is függhet. Amit viszont szörnyű, hogy csupa olyasmi, olyan eszközt alkalmaz az oktatáspolitika, ami szembefordítja egymással a, ped, a pedagóg, tantestületeken belül a pedagógusokat, Na és ez viszont szörnyű, mert az iskola csak akkor tud működni, ha a tantestületen belül van valami fajta minimális kohézió, képesek együttműködni egymással az emberek. Amint is Zsula nyilatkozott, Ambal én nem foglalnék állást, mert még egyszer mondom, annak is igaza van, aki marad, és mm. annak is igaza van, aki elmegy. Azt biz, az, 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 az viszont jó jelezte, hogy milyen szörnyű az, hogy szembe lehet egymással fordítani egy Aba, iskolán belül. Abban viszont mert volt egy beszélgetés a Bibó István Szabad Egyetemen nem olyan régen, és ott felvetődött az a kérdés, hogy kell-e politizálnia például a szakszervezeteknek, mm. vagy egyáltalán a, a tüntetéseken a politikának mennyire kell ott lenni, vagy nem kell ott lennie. Hogyan lehet hatékonyabb ez a szervezetlen mm -hmm. szervezetlenség? ahogy említette az előbb, és ugye azt tette föl ön azt a kérdést ott, hogy politikai rendszerváltás nélkül sikerre lehet-e vinni politikamentes követeléseket. És ugye nem érdekes volt, mert ott is megosztottak a vélemények egyébként ezzel kapcsolatban. Szabó Zsuzsa, ugye a Pedagógusok Szakszervezetének az elnöke azt mondta, hogy, hogy, az el, hogy a kormány megmutatása nem az ellenzék. Mármint nem, a, a, nem az ő feladatuk, nem a, nem a szakszervezet feladata, aham. hanem az ellenzék feladata. És erre ugye visszakérdezett, hogy elképzelhető mondjuk Franciaországban egy olyan tanársztrájk, ahol a követelések között nem szerepel mondjuk az oktatási miniszternek a lemondása. És aztán erre jött még egy, ő Komiati Anna, azt mondta a PDS válaszmányi elnök, hogy ha helyet követelnének, akkor nem is tudnának sztrájkot szervezni, mert hogy ezt a sztrájktörvény rögzíti. Szóval egy csomó-csomó ilyen, ilyen szempont előjött, és a végén ugye az ember széttárta a kezét. Hogy oké, okay, de akkor, 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 hogyan lehet ebből bármit elérni? A, 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 a szakszervezetek. A egészen elképesztő intenzitással ragaszkodnak ahhoz, a, a stratégiához, hogy bármit csinálnak, azt a mindenkori jogszabályok keretei között kell tenniük. Tehát jogszerűen kell sztrájkolniuk, jogszerűen kell tiltakozniuk, jogszerűen kell bérköveteléseket. És ez előtte. nem jó az az irány? A, a, egy normális demokráciában ez a normális cselekvési stratégia. Egy autokratikus rendszerben, ahol az autokratikus rendszer által diktált szabályok szerint kellene cselekedni, ez egy kontraproduktív uh, megközelítés. Tehát, hogyha egy szakszervezet azt látja, hogy, a, a, hogy nem képes sztrájkot szervezni, már Magyarországon nem lehet sztrájkot szervezni, 2010 óta nem lehet Magyarországon sztrájkot szervezni. Tehát, hogyha azt látja egy szakszervezet, hogy nem elvették tőle azokat az elméletileg alkotmányban biztosított alapvető eszközöket, amelyekkel képes lenne a pedagógusok érdekeit érvényesíteni, akkor más utakat kellene keresnie. Nem véletlen, hogy voltak pedagógusok, akik a polgári engedetlenség eszközét választották, és kockázatot vállaltak, elmentek a, a falig az ellenállással. A szakszervezetek, a nem tették meg ezt a lépést. De akkor mit tudnának, mi lehet olyan módszer, ami, ami hatékony lehet ebben a helyzetben mondjuk a Há, tanárok ez számára? Ez az. Ez az, kérdés, ahol, amit, ahol nem amit szakpolitikai elemzőt kellem szerintem uh -huh. kérdezni, hanem egy aktivistát, aki, aki komolyan foglalkozott azzal, hogy a Milosevic rendszert hogyan hekkelték meg, civil aktivisták, a, és hogyan vettek részt ebben különböző szervezetek, mint szakszervezetek, meg hasonló. Tehát rengeteg ilyen a Tehát tapasztalat lenne, ami, uh -huh. a, összegyűlt a, már a 20. században is, a, de én nem ezzel foglalkozom, hogy azt, azt Látom, hogy kontraproduktív a legtöbb szereplőnek a stratégiája kontraproduktív, mert beleütközik abba a falba, hogy csak politikai fordulat esetén várható bármilyen szakma politikai követelés teljesülése, és nem mert lépnek tovább, tehát nem lépnek át a saját árnyékukon. Mm -hmm. Pedig még egy kérdés, hogy hozzak majd, de is ez, ez, lesz sajnos az utolsó, mert nagyon-nagyon elszaladt az mm -hmm. idő, de azért elég nagy hír volt, és ez egy, ehhez kapcsolódik meg a felelősség, meg hogy ki mit tehet. Biztos látta, hogy a Jedlikányos iskola falára, ugye Orbán Viktor miniszterelnöktől származó idézetek kerültek ki, ugye elég nagy visszhangja volt ennek. Ez az általános iskola, ugye Csepeli iskoláról van szó, 22 milliárdos állami támogatásból újult meg, és akkor ennek uh -huh. apropójá jött ez elő. Itt föltették sokan a kérdést, hogy sérti -e ez a köznevelési törvényt, mert hogy elvileg ott nem jelenhetnek meg semmiféle párt vagy politikai célzatú üzenetek. Újra itt van Rétvári Bence, azt mondta, hogy a tárca nem dönt köznevelési intézmények belső tereinek dekorációjáról. Mindenki elhárította magától a felelősséget, egy picit tegyük már ezt Egyrészt, hogy, 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 milyen folyamatokra utalhat ez, és hogy hogy, hogy történhet meg ilyen, hogy mégiscsak ahogy emlékszem, a tornateremben is kirakták meg ezeket, meg a lépcsőházba a, is, meg sok a, helyen ott a, volt. A bölcsvezérünktől származó idézetek kerültek a lépcsőházba, lára is. a, 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 a ez egy erősen legitimitás hiányos rendszer. Tehát a, ez a rendszer akkor lenne legitim, hogyha átdemokratikus demokratikus lenne, tehát demokratikus ö, folyamatokon keresztül születének döntések, vagy pedig szakszerűen kormányozni. Egyik sem jellemző rá. És minden egyes ilyen rendszer, minden ilyen legitimitás hiányos, autokratikus rendszer azonnal elkezd a szimbolikus térben kultúrháborút folytatni. A, a, gyakorlatilag a lelkeket próbálja kontrollálni, a, és a lelkeket próbálja megnyerni magának. És ennek a kultúrharcnak az egyik legfontosabb szimbolikus terepe mindig az iskola. A, ezért én ez ugyanabba, ez az, hogy Orbán idézetek jelennek meg a falon, ezt ugyanabba a körbe sorolom, mint hogy milyen írók kerülnek be a, be a tankönyvekbe, milyen írók kerülnek ki onnan, a történelmkönyvben hogy jelenik meg 56 és az 50 a 90-es rendszerváltásban Orbán Viktor szerepe. A, szóval ez, 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 ugyanaz a dolog. Ezt néha lehet kicsit kultúrátabban és okosabban csinálni, néha, Néha pedig a, az alsó szintek, néha egy kicsit primitív uh, gauleiterei, ilyen primitív eszközökkel csinálják, hogy dekoráljuk ki a palatot. Ugye ezt a lekerültek a... ezek az idézetek? Ezt végül... lekerültek, mert ebből balhív volt, és ez, ez, ez védhetetlen. Tehát az, a, ez még a mai Magyarországon is védhetetlen, hogy Orbán Viktor idézetek díszítsenek egy isko... díszítsék egy iskola falát. Tehát várható volt, hogy ezeket szépen csendben le fogják venni. És nem véletlen, hogy a politikusok erről össze-vissza beszéltek, mert értelmes mondani valójuk ezzel kapcsolatban nem nagyon lehet. Fú, hát azt hiszem, hogy sok kérdésben nem ragad, de ígérem hogy akkor folytatjuk már, mert ezek nagyon-nagyon nagyon fontos kérdések, és hát meglátjuk, hogy hogyan alakul mindez majd, akár egy-két év múlva. Köszönöm szépen Radó Péternek, hogy itt Én volt, és beszélgetni. tudtunk beszélgetni. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt a címlap. Köszönöm még egyszer a figyelmüket. Viszontlátásra.